Szajó kapta meg idén a képzeletbeli stafétát. A Szolnok megyei településen ma is sok vasutas él, így érthető, hogy fontos feladat a hagyományápolás. Ennek jegyében adott otthont ma Szajol a nyugdíjas találkozónak. Tiszaparti találkozót ezt évente egyszer csinálják, de természetesen a civil szervezetek több rendezvényt hoznak össze adott évben, így a Szekvőklub is. A nyugdíjas vasutasokat tömörítő klub rendezvényére a fővárosból, 60-ból, Csongrádból, de még Szegedről is érkeztek. A cél a tradíciók megőrzésén túl a tartalmas kikapcsolódás. Egyrészt a régi szép érzékünket tartjuk karba, másrészt pedig bizonyos kulturális igényeket is kielégítünk, valamint azt, hogy a mi nemzedékünk az közösségben nőtt fel, ami a mai nemzedékre már nem igazán jellemző, és a közösségi érzés ápolásának ez nagyon fontos szintere. Az egésznapos rendezvényen az Aranyidő stábja is részt vett. A felvételt szerkesztőségünk hamarosan műsorra tűzi.